Egy kuriózum helyen vagyunk. Az ország egyetlen olyan természetvédelmi területén, amely a tiszafával foglalkozik. A tiszafa egy nagyon érdekes növény, országszerte elterjedt volt, de itt maradt meg olyan állománya, ami érdemes arra, hogy oltalom alá helyezzék. Egyébként 1951 óta védett természeti terület, ez a 213 hektár, itt körülöttünk. Viszont azóta sok tapasztalatot gyűjtött a mindenkori kezelő, hogy hogy lehet megóvni, hogy a tiszafák fejlődjenek és megmaradjanak az utókornak, ez az egész ökológiai rendszer. Ezért az kezdetben ugye hagyták, hogy a természet folyamatai érvényesüljenek, és ilyen módon fölnőtt a bűkállomány, és záródott, és kezdte visszaszorítani a tiszafát egyik oldalról, aztán pedig másik oldalról pedig a vad a 70-es, 80-as években, amikor a, megemelkedett a vadlétszám Magyarországon, akkor bizony jelentős károkat okozott a tiszafának, úgyhogy ennek következtében itt aktív természetvédelmi kezelést kell folytatni amiben most jelenleg civil segítségünk is van, természetesen a Nemzeti Park Igazgatósággal, Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal összefogva. Itt is van az illetékes természetvédelmi őr, aki a munkákat segíti és felügyeli, és tájékoztatjuk, tájékoztatják kollégáink az itt résztvevőket egyébként, hogy mit miért csinálunk. Itt egy 100 hektár be van kerítve, ebből a 213 hektárból a védett természeti területből. Kizárjuk a vadat, és most jelenleg olyan munka zajlik, hogy a megjelölt ö, ö, fák, amelyek ugye két laki a, a tiszafa, ezt tudni kell róla, ilyen ritka ö, dolog, ez a termős, amely a magot termi, ezek a fák meg vannak jelölve, és ezek alatt kitisztítják a területet, hogy a lehulló mag ö, meg tudjon eredni és cseperedni, és biztosítva legyen a tiszafa jelenléte a területen a hosszú távra is. Egyébként egy nagyon érdekes terület, Múlt év, sőt most már két évszázad ezelőtt 19. századból már van adatunk a területről. Itt a tiszafát a helyi lakosság kedvelte és kezelte, vágta zöld ágnak, vitte koszorúkötésre, vitte piacra, és tudatosan kezelte is körülötte az erdőt, vágta tűzifának a bükköt. Ilyen paraszti szállalásos módon így hívjuk ezt. Jelenleg mi modern szállalással végezzük ezt a feladatot, a, a, már azt a feladatot, hogy a, a bükkállományt kezeljük, a Tiszafához nem nyúlunk. Bár jól sarjad a Tiszafa, ugye? Nagy főúri kerteknek, franciaországi, francia kerteknek alapnövény a Tiszafa, mert jól lehet nyesni, és utána jól sarjad a, a zöldje, örökzöld, és ilyen különféle mintákat abból vágnak ki, Ezt kell tudni róla, sövényekben is, és ilyen egyedi e, zöld szoborként is lehet alkalmazni. Itt viszont a természet folyamatait a Tiszafánál szeretnénk engedni, és azt, hogy hogy a hosszú távról tudjuk biztosítani a jelenlétét, hogy minél több újulatot biztosítunk számára. Egyébként szoktunk más területeken, itt a tisztafáson belül, ahol nincsen jelen az anyaállomány, ültetni is, de csemetéket. A jelenlegi munka arról szól, hogy megtisztítják az anyafák alatt a területet, hogy a lehulló mag biztos helyet kapjon és csirázni tudjon. Ezen kívül a mai napról még érdemes tudni, hogy bár most egy kicsit borongósabb, de aminek nagyon örülünk, mert végre csapadék van. Az elmúlt hetekben már nagyon vártuk, és most sikerült egy 15 mm csapadékot idejutassanak az égiek, úgyhogy nagyon örülünk ennek, néha kisüt a nap. Van egy kirándulás is, amit szerveztünk, az egy jó 40-50-60 fős vezetett túra. A Maja Antal kilátóhoz viszik föl az érdeklődőket a kollégák, és mesélnek közben a hely érdekességeiről. Egy kicsit megnehezítette ez az eső az ő dolgukat, de mindenki örül neki, hogy ilyen üde a, a, terület. Majer Antal kilátó felé tanösvény is található, ahol el, meg lehet ismerkedni a területtel. Olvasott, tehát írott formában is, hogyha nem vezetnék a túrát. És ez a természetjárás ilyen szempontból nekünk is nagyon fontos, megismertethetjük a munkánkat azt, hogy a területet miért és hogyan kezeljük, mit jelent egyébként az, hogy aktív természetvédelem itt. A kezelésért felelős a Nemzeti Park Igazgatóság szakértő közreműködésével, még mi, mi, mint vagyonkezelők végezzük el a feladatokat a tevékenységben. Itt a kirándulás során ez az egyik kilátónk, a Mayer Antal kilátó a 14-ből, amit a Verga ZRT fenntart. Májárántal Antal egyébként egy erdész professzor volt az erdőmérnöki karról, ő nagyon sokat foglalkozott a Tiszafás területnek a felmérésével és kezelésével, és ezért tiszteletből kapta meg a kilátó a nevét. Ezen kívül egyébként számtalan közjóléti létesítményt tartunk még fönt, és a fejlesztések nem álltak meg, még a Természetjáró Szövetséggel közösen is program, GINO program keretében további fejlesztéseket tervezünk. Úgyhogy zajlik az élet itt az erdőben, és mindenkit szeretettel várunk. Akár így aktívan a természetvédelmi kezelésben vesz részt, a legkisebbektől a legfiatalabb öregekig, vagy akár csak egy kellemes sétára szeretne jönni.